Egy plusz egy éves szerződést kötött a ZTLKK klub vezetése a cseh edzővel, aki 15 éve kezdte pályafutását Csehországban. Dolgozott a cseh válogatottnál is, így ismeri a magyar ligát. Legfőbb törekvése az, hogy a hazai játékosok minél több lehetőséget kapjanak. Jelenleg azon vagyunk, hogy építsük a csapatunkat. Örülök annak, hogy magyar fiatal játékosokkal dolgozhatok együtt. Nagyon hosszú, 8 hetes felkészülési időszak áll rendelkezésre, amit augusztus 1-én fogunk kezdeni minden játékossal. Előtte azonban már a fiatal játékosokkal elkezdjük a felkészülést. Nagyon örülök neki, hogy ilyen fiatalokkal dolgozhatok. Az alapszakasz előtt 8 felkészülési mérkőzés vár ránk, és 1-2 nemzetközi mérkőzésre is sor kerül. A klubvezetés hangsúlyozta, olyan edzőt kerestek, akivel közös a szakmai irány. Ruzsicskával továbbra is az agresszív védekezésből gyors támadások vezetésére összpontosítanak. Emellett cél, hogy a fiatal zalai játékosokat is beépítsék a csapatba. Az elmúlt időszakban végzett munkája ez mindenképpen alátámasztja, hogy ezt fogja csinálni. Csehországban nem volt ilyen szabály, mégis tette, illetve a magyar játékosokat is szeretnénk úgy foglalkoztatni olyan szinten, ahogy ők is várják, illetve ahogy szükséges lesz a Tóth Ádám igazolásával, illetve a Keller Iván és a Német Ákos szerződés hosszabbításával. Három olyan magyar játékosunk, akik 5 külföldivel és a fiatalokkal kiegészülve egy jó csapatot alkothatnak. A szakmai stáb elvárása a legjobb 8 közé kerülés. A magyar mag eddig bejelentett tagjai mellett még egy hazai játékossal tárgyalnak jelenleg. A szezont továbbra is 5 külföldi légióssal tervezik Zalaegerszegen.